Burgonya szemle, elmarad a terméshozam az elmúlt évek átlagától. A nemesítő cégek képviselői Gyula tanyán ellenőrizték a termés alakulását. Mentőtisztek, védőnők, szülésznők lesznek, több mint 350 új hallgató kezd szeptemberben a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán. Népszerű a vasút, visszatért, sőt meg is haladta a járvány előtti nyári balatoni utasszámot a MÁV. Nyíregyházáról és környékéről is sokan utaznak a Balatonra. Elmarad a burgonya terméshozama az elmúlt évek átlagától, legalábbis azokon a helyeken, ahol nem tudták folyamatosan öntözni a növényt. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! Hatalmas költségeket emészt fel a krumpli gondozása Gyula tanyán is, ahová most a nemesítő cégek képviselői látogattak el, hogy ellenőrizzék a különböző fajták fejlődését. Április elején kezdték el ültetni a burgonyát a Gyula tanyai fajta kísérleti állomáson. A növény 35 fajtáját nemesítik itt különböző cégek. Képviselőik szerdán ellenőrizték a termés alakulását a földeken. A kiskunhalasi székhelyű Bács Gazda Kóp Kft. 12 burgonyafajtát termesz Gyula tanyán. Igyekeztünk idén olyan fajtákat hozni Magyarországra, ide Gyula tanyára is, amik elsősorban ezek az új időjárásnak megfelelnek, jobban bírják ezt a hőstresszt, kevesebb locsolást igényelnek. Egy baj van most még jelen pillanatban ezekkel, a magyarországi burgonyavásárlók inkább a piros héjút keresik, nem pedig a sárgát. A termelők és a fajta tulajdonosok meg voltak elégedve a burgonyák minőségével. Ehhez persze az is kellett, hogy Gyula tanyán folyamatos legyen az öntözés, csapadék ugyanis alig érte a növényt. Májusban volt itt Gyula tanyán 4,8 mm, júniusban egyszer kaptunk 7 mm, utána 15-öt, és egész júliusban egyszer vagy kétszer volt ilyen 2-2 mm, tehát gyakorlatilag semmi, és az iszonyatos légköré a száj, illetve ez az UV-sugárzás, ami a növényeknek kívánt, úgy a burgonya, a napraforgó kukorica, tehát én 42 éve csinálom, de összesen nem találkoztam ilyen ennyi problémával, mint ami most ebben az évben jelentkezett. Kezdve tavasszal a madárkár, ugye várjuk ki, hogy a kisparcellás kísérleteket újra kellett vetni, mindent, tehát őt szóval, egy szóval sajnos én nem vagyok egy pessimista, optimista vagyok, de most tényleg tragédia köbön ez az év. Az már most látszik, hogy a szárazság miatt jelentősen kevesebb burgonya terem idén, mint tavaly. A gondozás, az öntözés és a növényvédelem egyre nagyobb költségeket emészt fel, a hosszú távú időjárási előrejelzések pedig nem kecsegtetnek sok jóval. Az öntözés az nagyon-nagyon költséges, ugye különösen most, ami lesz, ugye ez az új villanyszabály, ugye, hogy a 72 font, illetve még több, meg a vízét, szóval nagyon-nagyon-nagyon költséges. Tehát gyakorlatilag én úgy fogalmazok szinte, hogy amit az ember nyer a termésen, majdnem odafizeti most már öntözés, meg villanyszabály. Azért nem egészen így van, de sajnos hasonló, ahogy is el kell a körülmény. Ugye munkabért mindent alapú véve, szóval nagyon nehéz, és egyre nehezebb lesz. Sajnos következő évre is már ilyen időjárás jósolnak, illetve hogyha nem jön jelentős mennyiségű csapadék ősszel és télen, akkor ez már a következő évi termése és kihatása lesz, ez az iszonyatos szárazság, ami most uralkodik ezen a tiszántúli részen. Azt, hogy kialakulhat-e hiány az üzletekben, és hogy mennyit kell majd fizetni a burgonyáért, még nehéz megmondani. Az viszont már biztos, hogy az egyik legjelentősebb burgonya exportot bonyolító Lengyelországban is elmarad a termés átlag az elmúlt évek átlagától, a kereskedelmet pedig az egész Európát sújtó üzemanyag áremelkedés is akadályozhatja. Bontás és kivitelezési munkálatok indultak a Józsa András Oktatókórházban, amelyek forgalmi rendváltozással járnak. Augusztus 4-én csütörtöktől megkezdődött az infektológia régi épületének lebontása, amelynek helyén új, a mai kor igényeinek megfelelő nővérszálló épül. A B. Brown művese állomás, a területi vérellátó, valamint a 20/A-jelű épület megközelíthetősége megváltozik. A felsorolt épületeket a munkálatok ideje alatt gyalogosan és gépjárművel érkezve is csak a Nagyvárad utca felüli teherport a kerítése és a patológia épületek között elkanyarodó útvonalon lehet megközelíteni. A bontási munkálatok előreláthatóan 45 napot vesznek igénybe, melynek első 10 napjában, augusztus 13-áig a Nagyvárad utcai teherporta felől érkező gépjármű forgalomban egy sávos közlekedési rend lép életbe az érintett útszakaszon. A 20/A-jelű és a szakrendelő épület, azaz az STK közötti területen a kivitelezés teljes ideje alatt megszűnik a parkolási lehetőség.
Több mint 350 új hallgató kezd szeptemberben a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán. A legtöbben mentőtiszt, védőnő és szülésznő képzése jelentkeztek. Pótfelvételire augusztus 5-én éjfélig még van lehetőség. Egészségügyi helyett augusztus 1-től az egészségtudományi nevet viseli immár a Debreceni Egyetem kara. A Nyíregyházán induló egészségügyi és szociális képzésekre idén is sokan jelentkeztek. Az eddigi adatok alapján több mint 350-en kezdik itt a tanévet szeptembertől. Korábbi egészségügyi karra összesen 352 hallgatót vettünk föl. A legnépszerűbb szak továbbra is a mentőtiszt szak volt, de sokan jelentkeztek védőnő és szülésznő képzésre is, illetve a levelező képzések közül pedig az ápoló képzés volt a legnépszerűbb. Nyíregyházán az ápoló, szülésznő, mentőtiszt, védőnő, egészségügyi szervező és szociális munkás alapképzéseken kívül több mesterszakot is indítanak, ezek közül a kiterjesztett hatáskörű ápoló képzési ideje másfél évről 2 évre nőtt. A pótfelvételére jelentkezés még nyitott. Augusztus 5-éig államilag finanszírozott helyekre is lehet pályázni. Augusztus 5-éig kell beadniuk azoknak a hallgatóknak a jelentkezési lapját, akiket sehova nem vettek föl, vagy még nem jelentkeztek az általános felvételi eljárásba. És jelenleg az orvos egészségtudományi alapképzésekre, állami ösztöndíjas helyekre is lehet jelentkezni, tehát ápolónak, szülésznőnek, védőnőnek, mentőtisztnek, egészségügyi szervezőnek rendelkezésre állnak állami ösztöndíjas helyek is. A debreceni helyszínre is van lehetőség államilag finanszírozott képzésekbe kerülni. Gyógytornász, dietetikus és népegészségügyi ellenőr szakokra péntek éjfélig még lehet jelentkezni a felvi.hu oldalon keresztül. Visszatér, sőt meg is haladta a járvány előtti nyári balatoni utasszámot a MÁV. Ez országos szinten 40%-os emelkedés jelent, de Nyíregyházáról és környékéről még ettől is többen vették igénybe a szolgáltatásokat. Az augusztus 28-áig tartó menetrendet egy utószezoni járat kialakítás követi, alkalmazkodva a turisztikai szezon változásaihoz. Az elmúlt években egyre többen választották a nyári, belföldi utazások közlekedési eszközeként a vonatot. Ez a növekvő tendencia idén-nyáron sem állt meg, országos szinten a Covid-járvány előtti utasszám 40%-kal nőtt. Ráadásul sokan használják ki a kerékpárszállítási lehetőséget is a MÁV járatain, a megnövekedett igény azonban folyamatos kihívás elé állítja a szolgáltatót. Ez is ismételten egy kihívást jelent számunkra, mert hogy nem tudjuk olyan ütemben bővíteni, átalakítani a kerékpáros kapacitást, a kocsik átalakítását értem ez alatt, amilyen ütemben nő a kerékpárszállítási igény, de dolgoznak rajta a munkatársaim évről évre, egyre több kerékpárszállító kocsi áll rendelkezésre, mert hogy a régebbi kocsikat átalakítják erre a célra, de egyszerűen ez sem tud elévenni, úgyhogy arra bíztatok mindenkit, aki kerékpárral utazna velünk, hogy lehetőleg hamarabb, amikor már tudja a vonatot, hogy melyikkel utazna, vegye meg elővételben a kerékpárjegyet, kerékpár helyjegyet, és akkor biztosan lesz neki lehetősége arra, hogy szállítsa azon az adott vonaton a kerékpárját. Nyáron Nyíregyházáról a Tekergő Expresszen van a legtöbb lehetőség kerékpárszállításra, ha valaki a Balatonra szeretne eljutni. Ez az északi partra viszi az utasokat, míg Siófokra a kiváló menetidejű Panoráma Express közlekedik. Ezen a KISZ vonaton mindössze 12 bringa szállítható. Szintén a Balaton déli partjára megy az Aranypart Express is. Ezek az átszállás nélküli balatoni járatok gyakran szinte teljesen tele vannak utasokkal, ami jól mutatja, hogy az átlagosnál többen utaznak vonattal a térségből. Mondhatjuk azt, hogy a nyíregyházi térség tekintetében talán egy picit még magasabb is az utasszám növekedés, mint teljes hálózati szinten. Például a Panoráma Express emeletes motorvonatok tekintetében körülbelül 80-90%-os a kihasználtság. Nyilván nem értékesítjük ezeken az emeletes motorvonatokon az összes helyet, mind a 600-at, mert hogy tudjuk, hogy Nyíregyháza térségéből egy hosszabb utazásra, hogyha mennek az utasok a Balatonhoz, akkor csomagokkal fognak elindulni, és azért, hogy legyen helye a csomagoknak is. Egyébként egyúttal kérjük is, hogy ha nem szükséges, akkor a csomagokkal ne foglaljunk el plusz ülőhelyet, és engedjük leülni azokat is, akik olyan udvariasak, hogy mondjuk nem szólnak, hogy szeretnének leülni.
A népszerű turisztikai helyeket lényegesen sűrűbben kiszolgáló menetrend augusztus 28-áig lesz érvényben. Ezt az utószezoni menetrend követi, alkalmazkodva a turisztikai szezonok változásához. A csengersimai közúti határátkelő helyen jelentkezett kilépésre augusztus 2-án egy francia honosságú személygépkocsival közlekedő 43 éves moldáv állampolgár. A rendőrök az ellenőrzés alatt megállapították, hogy a gépkocsit a francia hatóság a schengeni információs rendszerben körözi. A rendőrök a járművet lefoglalták, a külföldi férfit a Mátészalkai rendőrkapitányság csengeri rendőrőrsére előállították. A rendőrség a további eljárás során felveszi a kapcsolatot a körözést kibocsátó hatósággal. A demokrácia, a környezetvédelem, a vallások közötti párbeszéd csak néhány fontos téma azok közül, amelyek megvitatására otthont ad a nyíregyházi Mustárház, ahol a nyár folyamán több diák csereprogramot lebonyolítanak. A jelenleg is tartó csereprogramra 5 országból érkeztek fiatalok, akik a vallások közötti párbeszéd problémáját dolgozzák fel informális keretek között. A nyíregyházi járókelőktől szerzett helyismereti tudásukat mérik össze a pár napja érkezett diákcsapatok a Mustárházban. Az Erasmus Plus nemzetközi ifjúsági csereprogramok sajátossága ugyanis, hogy az ideérkezők nem hagyományos tanórai keretek között, hanem saját tapasztalataik alapján fejlesztik a tudásukat. Emellett minden csereprogram valamilyen konkrét témát dolgoz fel a diákokkal. Idén nyáron a vallások közötti párbeszéd problémája áll a középpontban, amelyre különböző nemzetiségű és vallású diákok jelentkeztek. Ebben a cserében, ami most valósul itt meg augusztus elején, ebben 5 ország fiataljai vesznek részt, Észak-Macedóniából, Romániából, Olaszországból, Törökországból, illetőleg természetesen a hazaiak, a magyarok, mert hogy a diákpolgármesteri irodának a tagjai is ezen részt vesznek. Hanna református vallásúnak vallja magát, Nyíregyházán él, és már több Erasmus programon is részt vett itthon és külföldön egyaránt. Minden este van interkulturális esténk, aminek az a célja nyilván, hogy megismerjük a másik országot, ezáltal nyilván az embereket, ételeket, italokat, hagyományokat, éppen amit szeretnének nekünk bemutatni, illetve az angolnak a fejlesztése, ami szerintem pozitív, mert mikor ugye ki kell állni, vagy éppen megszólunk egy témával kapcsolatban, ugye csak angolul tehetjük meg, és ez olyan magabiztosságot ad az embernek, hogyha minél többet gyakorolja. Let's start in this direction. Roberto Olaszországból érkezett, ő a táborozók fő foglalkoztatója. 2010-ben járt először önkéntesként Nyíregyházán, és azóta is szívesen jár vissza, mivel azon túl, hogy számára nagyon rokonszenvesek a magyarok, úgy érzi, Nyíregyháza nyugodtságot sugároz magából. I come from Roma, which is a city, stress city. Én Rómából jöttem, amely egy nagyon stresszes város, amihez képest Nyíregyháza egy nagyon csendes helynek tűnik. Nagyon szeretem az évszakokat is, hiszen itt a tél sokkal hidegebb, mint általában Rómában, és amit még nagyon szeretek, az az, ahogyan a helyiek hozzáállnak egy naphoz. Az itteniek sokkal nyugodtabbak, nem rohannak, nincs akkora sietség. Legalábbis én itt nem érzem azt, mint Rómában, különösen a közlekedésben, úgyhogy számomra nagyon szimpatikus az itteniek mentalitása. Roberto szerint a mai fiatalok számára fontos kérdés lehet a különböző vallások közötti párbeszéd, mivel szerinte olyan időket élünk, amelyben minden túlságosan képlékeny és homályos, miközben a legfiatalabbaknak is szükségük van támaszokra. Ezek nélkül ugyanis a gyerekek könnyen összezavarodnak. Emellett fontos témának tartja a vallási kisebbségekkel szembeni diszkriminációt, valamint a vallások és a nemzeti kultúrák összefüggéseit, hiszen született rómaiként ő maga sem tudja elképzelni Olaszország történelmét a keresztény kultúra nélkül. Egy olyan világkorszakban élünk, amelyben a család válságban van, és ez érinti az oktatást is, legalábbis Olaszországban. Mi itt azon is gondolkodunk közösen, hogyan képes a vallás formálni a legfiatalabbakat, ha a család és az iskola nem tudja támogatni őket. Az Erasmus Plus programban 13-tól 30 éves korig lehet jelentkezni, és amint azt Dombóvári Gábor elmondta, főként a 18-25 közötti korosztályból kerülnek ki a jelentkezők, akik nem feltétlenül vallásos diákok, de nyitottak a kultúrák közötti párbeszédre, ráadásul ezt angol nyelven gyakorolhatják a program vita estjein.
Jelentősen átalakított kerettel kezdte el a felkészülést a Fátum Nyíregyháza, az új játékosok mellett a görög Leonidas Gaitanakis személyében új vezetőedző is érkezett a csapathoz. Mint a csütörtöki sajtótájékoztatón kiderült, a cél az, hogy a fiatal játékosok beépítése mellett a bajnokságban és a Magyar Kupában is harcban legyen az érmekért a nyíregyházi együttes. Kevés ismerős arccal találkozhatnak a játékosok között a sajtó képviselői a Fátum Nyíregyháza hagyományos szezonindító rendezvényén. Az előző idény keretéből Tóth Fruzsina, Henes és Francesco, László Alexandra, Bogár Dorina és Maria Csics is maradt a klubnál, melléjük magyar, szlovák, kazak, cseh, bosnyák, török, amerikai és ukrán játékosok érkeztek. A légiósok közül vannak, akik még válogatottbeli kötelezettségüknek tesznek eleget. Három saját nevelési fiatal is felkerült a felnőttekhez, persze a terhek egyelőre még nem rájuk hárulnak. Az elmúlt évekkel ellentétben az eredményesség mellett az építkezés is a célok között szerepel. A koncepció egy picit változott, hiszen a tavalyi csapatból maradtak 5-6-an magyarok, úgyhogy először szerettük volna a magyar keretet megerősíteni, illetve olyan fiatal, ambiciózus, motivált játékosokat idehozni, akik tényleg meghalnak a pályán, és tényleg mindent feláldoznak azért, hogy sikeres legyen a klub. Alapvetően a edzőnk Leonidas Gaitanakis is teljesen ilyen szemléletben dolgozik, hiszen dolgozott nagyon sokat utánpótlás vonalon, fejlesztett fiatalokat, de van felnőtt edzői tapasztalata is természetesen, tehát ő is ebben a koncepcióban gondolkodik. A saját fiataljainkra támaszkodva, hiszen őket is hármójukat felhoztuk a felnőtt keretbe, illetve kiegészítve olyan nemzetközi válogatott tehetségekkel, illetve nemzetközi válogatott idősebb játékosokkal egy olyan elejét alkothat a csapat, aki tényleg fel fogja szántani a pályát. A cél pedig az, hogy visszakerüljünk oda, ahova nyíregyházi női röplabdázás való az élmezőnybe, úgyhogy bízom benne, hogy a tavalyi sikertelen szezon tudjuk felettetni, és újra ott lehet a Fátum Nyíregyháza, ahol a helye van. A szakmai munka első számú felelőse Leonidas Gaitanakis. A görög szakember korábban már dolgozott Magyarországon a TFS-e és a Diógyőr csapatánál. Mint elmondta, nyíregyházi munkájára kihívásként tekint. It's a big challenge. Ez nagyon nagy kihívás volt számomra. A csapat profilja is megváltozott, hiszen próbáljuk kombinálni a saját helyi fiatal tehetségeinket és az utánpótlást úgy felfejleszteni, hogy komoly szerepük legyen a Fátum Nyíregyházában. Az a célunk, hogy ők olyan elegyet alkossanak a rutinosabb magyar játékosokkal és a légiósokkal, amely komoly teljesítményre képes. Nagyon nagy kihívás a fiatalokat az idősebbekkel összehangolni, de én úgy érzem, hogy jó helyre kerültem, és ez sikerülni fog. A csapat egyik legrutinosabb játékosa, László Alexandra szerint annak ellenére, hogy ezúttal nem elvárás az aranyérem, szeretnének a lehető legjobban szerepelni. Abszolút, bár mondjuk a profi sporthoz hozzátartozik az is, hogy nyomás alatt kell teljesítenünk. Én örülök egyébként, hogy így fiatalodott a keret, illetve annak is nagyon örülök, hogy a juniorok közül ki tudtunk emelni három játékost. Abszolút beleillenek egyébként a csapatképbe, úgyhogy én bízom bennük, hogy minél több rutint át tudnak majd venni az idősebb játékosoktól, illetve az ő fiatalságuk szerintem szükséges lesz így a csapat szintéhez is. A Fátum Nyíregyháza ezúttal is rendez saját tornát, szeptember 16-án és 17-én a hazai kedvencek mellett az Újpestet, a Békés Csabát és a szlovén Maribort is láthatják a szurkolók a Continental Arénában. A bajnokság október 22-én kezdődik, a Magyar Kupában pedig novemberben lép pályára a csapat. A Challenge Kupában az osztrák Klagenfurt és a cseh Prostajov párharcának győztesével játszik majd decemberben Leonidas Gaitanakis együttese. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A csapadék hiány és a hosszantartó forróság meglátszik a burgonya terméshozamán is. Kevesebb lesz idén a gumós növényből, és a minősége is gyengébb lehet, legalábbis azokon a helyeken, ahol nem tudtak folyamatosan öntözni. Hatalmas költségeket emészt fel a krumpli gondozása Gyulatanyán is, ahová most a nemesítő cégek képviselői látogattak el, hogy ellenőrizzék a különböző fajták fejlődését. Több mint 350 új hallgató kezd szeptemberben a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán. A legtöbben mentőtiszt, védőnő és szülésznő képzésre jelentkeztek. Pótfelvételire augusztus 5-én éjfélig még van lehetőség. Visszatér, sőt meg is haladta a járvány előtti nyári balatoni utasszámot a MÁV. Ez országos szinten 40%-os emelkedés jelent, de Nyíregyházáról és környékéről még ettől is többen vették igénybe a szolgáltatásokat. Az augusztus 28-áig tartó menetrendet egy utószezoni járatkialakítás követi, alkalmazkodva a turisztikai szezon változásaihoz.
Önök augusztus 4-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták friss hírekkel, majd pénteken este várjuk Önöket legközelebb, addig is látogassanak el weboldalunkra. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken túlnyúlóan derült, napos, száraz időre számíthatunk, néhol helyenként megélénkül a déli-délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 34 fok között valószínű.